Hello! Sziasztok, gyerekek! Itt tafkolok ezerrel, hogy reggel legyen, mondom, addig nem indítom el a videót, hát nem föltévedsz, hogy zombi, gyerekek. Ez olyan beteg volt, hallod, ennyire még nem ijedtem meg ebbe a játékba, halál komolyan. Basszus, rendesen afkolok, Banános Joe-val írogatok, pont írta, hogy... Mi a fasz volt ez? Pont írta, hogy meg tudom nézni a Loot Stage-et. Hát én most nagyon összeszartam magam, most följött ez a hülye zombi. Ezt én nekem rontott. Gyerekek! Na itt a tabnál meg tudod nézni egyébként, azt mondta, hogy a milyen loot stage van. Tehát ez azt mutatja be. Azt mutatja meg, hogy... Hogy mondjam, 8 órát eddig túléltünk. Mennyire jó lootot kapsz az aktuális pozíciódban, ahol éppen vagy. És itt azt mondta, hogy itt egész jó, az izébe a legjobb, a robbantott földön. De egyébként mit futkorásznak ezek a gombik? Hova fut az baza? Mit futnak ezek? Följött baza a lépcsőn! Mi ez a sok állat? Vagy állat, vagy zombi most itten körülöttem. Hát ezek ja, ez egy ilyen random izét, figyeld, zombi ordát leszpónolt. Fasz, valami nagyon hörög. Ne vám följön a lépcsőn, gyerekek, vagy a létrán. Ott meg van egy szarvas, hát jó lenne lelőni, de az a gond, hogy akkor rám jön az összes hülye. Meg még rohannak, aztán nem kéne, hogy rám jön. Na, gyerekek, megyünk ezerrel. Azt lehet, hogy lepattintom, nem tudom, hogy mennyire tudnám leszedni. Jó lenne egy kis hús. Mindegy, nem pattintom le, hanem lecsullankodunk, gyerekek. Azt megyünk Jennyhez, jó? Az lesz a projekt, hogy Jennyhez kéne menni. Kéne vennünk vizet. Vízünk az nincsen. És mindenképpen el akarom kezdeni most az építkezést. Hát nem nagyon jöttetek rá, hogy milyen jellegű bázist akarok. Legalábbis addig, amíg ezt a komment, vagy ezt a részt elkezdtem venni, addig nem volt olyan komment. Na jó, gyerekek, húzzunk le. Menjünk le, 56. Talán most már nem annyira akarunk össze. Senkivel megyünk Jennyhez, mint az őrüttek. 59, jó. Aha, most már hörögjetek csak nyugodtan. Nyugodjál meg, ne ordítsa! Rovadt életbe. Szóval nem azt mondtam, a kurva életbe. Na, igen, tudom, biciklink van. A piros bicikli, de egyébként azt nem tudom megfogni. Hogy ezt miért nem rakja be ide. Ja, nem nagyon van nálunk cucc most fölösleges, úgyhogy ez tök jó. Viszont ami kell, azt nálunk van. Viszont nincsen piánk, úgyhogy azt el kell venni Jennyhez. Aztán kéne vennünk. Ezt jó egyébként így irányba állítani, nem? Aztán akkor nem kell forgatnod. Beteszem, nem üldöznek. Hol van Jenny Benny? Hol van Jenny Benny? Kéne tőled vennem piát megenni. Mert azzal van bajba a keeper pape. Na hello, Jenny. Inventory dolog van-e? Kaja baja? Ilyen van-e? Az hol van a kaja baza? Nem itt. Nincs külön kaja fül? De van. Onnan a 4 víz, hát muszáj lesz meginnom. Vagy megvennem baza. Ott ez bekerül egy... Ja, el tudom, 6000 resztetelni skill pontjaimat, azért az aranyos, nem? Figyelj, veszünk egy ilyet, ez jó buffol. Veszünk egy ilyet, sőt, ebből az összeset, meg van automatár, Jenny Benny. Juk a juice-t is megvesszük. Figyelj, ez jó. Ezt a teát is megvesszük. Figyelj, van pénzük, mint az őrület. Úgyhogy no problémo. Ezt elviszem, mert az ad vizet. Meg szerintem ez is ad vizet. Aztán megvagyunk. Buffoló dolgokat nem vettem, nem is kell. Verjük neki. Egyébként annyira jó feeling lett ez a játék. Jól néz ki. Valaki már üti a falat. Jól néz ki ez a játék, az is nagyon sokat dob az egészen. Van pián kajánk, nekiállok építkezni. Úgy döntött a keeper. Jó, valaki írta, hogy hát szerintem te elfelejt, nagyon régen játszottál ez a játékkal, mert nagyon, nem valószínű, hogy meg fogom tudni csinálni így a... Ezt a hatalmas bázist, hát azért a képen megpróbálkozik vele, nem az a föladós fajta. Akkor egy 25x25 blokknyit, és azt most lerakom, 2. Figyelj, akkor 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Mindjárt megnézzük, csinálunk egy 40 blokkot, lehet, hogy az 50 azért az elég epik nagy lesz. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, gyerekek, jó? Most ez a kimérési dolog van. Azért elfelejtettem, huntartottam. Na, tessék. Arra nagyon nem tudok már építkezni. Na nézzük, hány blokknál tartunk, srácok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-osra rakunk egyet, és akkor innen is 20-at mondjuk felszámolunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Akkor ez 40 blokknyi, ugye? Ez 40 blokknyi. Hát legyen 50 blokk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És akkor az 50 blokknyi, és akkor a 25-ösről kellene rakni a dolgot. Akkor tehát ez volt a 20-as, ezek a 21-es, 22, 23, 24, 25. Elvileg, akkor innen is 24, innen is 24 blokk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Igen, és onnan is 24 blokknyi legyen. Gyerekek, mérnöki teljesítmény lesz felhúzni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ez meg ma sok. Akkor ez még egyszer számoljuk meg, hogy 24 legyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fontos! Lehet, hogy hülyének néztek. 5 óra 49, azt már haladunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21. Nagyon fontos, hogy izé legyen. Nagyon fontos, hogy szimmetrikus legyen. Meg fogjátok látni, hogy miért, mert különben nem jön ki a struktúra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mi a idő van gyerekek? Asik az eső! Nya! Akkor. Ekkora lesz a bázis közepe, de ez csak a közepe, úgyhogy készüljetek, nem lesz egyszerű. Ebből elvileg ugye akkor tudok más blokkot csinálni. Jaj, de nagyon örül a keeper. Kellene nekem 4 darab sarok. Mindjárt besarok. Csak az, várj, nem lehet ezeket elmenteni, hogy azért csillagozni lehet, ugye? Favoritra. Azt akkor nem kell szarakodnom. Ezt rakjuk be favoritra. Hogy kell? Hogy kell favoritra? Na, csillag, becsillagoztuk. Meg kellene egy sarok, azaz meg ez, ugye? Ram corner. Jó, reméljük, hogy az. Na, viszont akkor ilyenkor, hogyha választok, akkor a csillagosok erről vannak, vagy mi? Hol vannak a csillagosok? Hol vannak a csillagosok? Ez az egy van csillagos? Riktig idejöttem. Riktig ezt is becsillagos. Jó, mi van? Egy darabot csillagoshoz be? Ja, nem, jó. Ram corner, ram corner, ram 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 ram. Ez milyen 45 fokos? Szart. Most már nem tudjuk kezditek sejteni, hogy mit akar a keeper kihozni.
Ebből a csodálatos játékból építkezési dolog történése van. Hogy tudom megoldani, hogy egységbe jöjjenek a zombik, de mégis magasra legyek? Hogy tudom megoldani? Na, már kitalálta valaki? Baza, mi ez? Nem van belém csak a villám, vagy valami. Hol vannak a zombik? Éhes vagyok. A 45 fokos rampán föl tudnak jönni. Jól gondolja a Keeper? Mondjátok, hogy jól gondolja. A 45 fokos rampán föl tudnak jönni? Az fontos dolog, hogy föl tudjanak jönni a 45 fokos rampán. Viszont úgy kell megépítenem ezt a dolgot, hogy az összes blokkhoz hozzáférjek, gyerekek, mert hogyha nem férek hozzá, akkor nem tudom upgrade-elni, úgyhogy az lehet, hogy a problémát fog jelenteni. Na, mi van? Hoppá! Bazd meg, mi volt ez? Ez nem ilyen kell adulni nekem. Rottul nem ilyen kell, nem ilyen kell, gyerekek, nem ilyen kell. Hanem... Na, nem kell. Hanem ilyen kifele álló. De szerintem nem is ilyen. Külső korrőr kellene. Aztán megpróbáljuk ezt, jó? Hogy ez milyen. De ez kell. Jó, ez kell. Akkor ezt föl kéne csillagolnom. Hogy ez ne vesszen el. Hol van az a külső korrőr? Ez. És ezt se föl lehet csillagolni. És akkor belkerült ide. Ezt már ki kéne venni a csillagolásból. Úgyhogy tűnjön el, jó? Süssön már ki a nap, gyerekek! Mert nem fogok tudni építkezni normálisan így. Bazz, ennek a négyszerese lesz az alapterület, gyerekek. Azt ugye vágjátok, hogy az mekkora? Hát lehet, hogy kicsit Cooper túlvállalta magát? Van egy olyan gyanútok? Van egy olyan gyanútok, hogy túlvállalta magát a Keeper? Bazz meg. De ugye ezt nem egyből fogjuk megépíteni, hanem ez úgy lesz, amit beszéltem, hogy nem muszáj itt léteznünk. A hordát azt túl tudom élni máshol, ha úgy van. Szóval ne van kell aggódni. Baz, ez nem lesz egy kicsit nagy. Úristen. Figyeljetek, sose nincs olyan, hogy túl nagy. Ah, fuck yeah. Sose nincs olyan, hogy túl nagy. Baz, mekkora lesz ez? Jézus Isten, várjál, mapon látni azt a hülye gyerek, figyeld. És ez még csak a nagyon kezdet. Csak várjatok, nehogy elfelejtsem, hogy itt is le kell venni egy blokkot. Meg majd ott is le kell venni egy blokkot, mert akkor nem fog kijönni már a matek. Érted? Nem fog kijönni a matek. Ott meg remélem, hogy itt levettem a blokkot, gyerekek. Ez 20, mennyi 20-i távolság? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, jó, oké, levettük a blokkot. Jó, hát ezek fontosak, mert tényleg ugye, jó, most már elmondom, hogy mire gondoltam, hogy csinálok egy piramist, amivel élni fogok, aminek a leg és legtetején lesz egy, hát egy ilyen mondjuk 4x4-es, olyan ablakszerű, vagy egy ilyen teremszerű, amiből majd ugye ki tudunk sasolni minden irányba. Konkrétan olyan lesz, mint egy lövegtorony a tetején. Úgy fogunk viselkedni, mint egy lövegtorony a tetején egy piramisnek. Ugye ez jó magas lesz, mivel ugye ez nem is tudom, 50 blokk magas fog lenni így. Ezt lehet, hogy kicsit túl méreteztem? Ez komolyan 50 blokk magas fog lenni? Vagy 25? Jézus, gyerekek, ez... Fogjátok a fejeteket szerintem, hogy már megint fasz talált ki a Keeper. Viszont ilyen izé blokkot kell csinálni. Meg mondjuk itt van 168, az viszont elég kevés. Ilyen building blokkot. Még van izajem. Szerintem csináljuk az összeset. Ja, és úgy kell csinálnom sajnos, ugye mivel ez ilyen leszakadó blokk lesz. Hogy fel kell ducolnom, viszont azt meg nem tudom megcsinálni, hogy tömörre csinálom egyelőre, mert akkor nem tudom felupgrade-elni a különböző blokkokat, tudod? Érted, hogy mire gondolok szerintem? Hát jó, igen.
A bázis építés az fasz. Szeretek bázist építeni. Lehet, hogy nézni annyira nem érdekes, de szerintem vágjátok, hogy mire akarok kiukadni most már. Azért úgy kicsit megnyugtató, vagy lehet, hogy nyugtalanító lett hirtelen ez a dolog, hogy hülye vagy keeper, mi fasz csinálsz? Ember, hát ez sose fog megépülni. Hosszú távon gondolkozok, megmondom őszintén. Mivel olyan bázist akarok csinálni, amelyik kibírja még a 86. hordát is. A fuck yeah. Húba! Hülye vagy keeper? Hiszen bazza, nem találok el ebbe az épületbe. Hát ez nem lesz nagy, gyerekek. De ez milyen rohadt magas lesz? Azt a kurva élet. Nem akarok csúnyán beszélni, de szerintem most azért lehet, hogy egy kicsit túlgondoltam a dolgokat. Van egy ilyen érzésetek? Nektek is látszok, hogy túlgondoltak itt. Nem szabad elcseszni a geometriát, mert hogyha az alapot elcseszed, ez tipikus olyan, mint a egyiptomiak, amikor építették a piramist, hát ugye nagyon pontosan ki kell mérni az alját. Mert különben nem fog kijönni. Hány óra? 8 óra van. Jó, srácok. No problémó. Lehet, hogy akkor úgy kellene csinálni, hogy mondjuk valamennyi ideig építkezünk, valamennyi ideig meg questelünk, hogy oda legyen egy kis progress. Figyeljetek inkább, akkor az legyen, hogy egy rész építkezés, egy rész questelés. Az mit szóltok? Aztán akkor így meg lesz oldva. Mert az a baj, hogy ha belemerülsz az egyikbe, akkor nem érdemes váltani a másikra. Én úgy gondolnám. Jézus Mária! Én már nem tudom fölfogni, mit művelek. Ez egy kis finom kis izé lesz szerintem. Projekt. Ez nem bázis lesz, ezt tudod mi lesz? Ez a halálcsillagot építjük éppen. Tényleg, basszak, milyen gyerek épít egy halálcsillagot. Hát ez eddig minden... Eddig összes tervemnél grandiózusabb, és azért kell ebből csinálni. Érdemesebb lenne úgy, hogy nem kell upgrade-elni folyamatosan mindenféle anyaggal, csak ugye ez vissza tudod szedni, és az tök fontos. Ez... Halljátok, ez mindent is kibír, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen négy val vastagság lesz szám. Szóval ez nem ilyen nem ilyen egy blokk vastag lesz, hanem ilyen brutál vastag. És valószínű a terv az, a projekt terve, hogy ugye ezek megpróbálnak fölfutni egész hozzám. És én folyamatosan minden irányból, mivel ez egy központi torony lesz, minden irányból tudom lőni őket, és minden irányból úgy, hogy így rájuk látok folyamatosan. Meg még ráadásul ugye, hogyha elkezdek csapdákat építeni, ugye lehet csapdákat építeni, különböző elektronyost, meg mindenféle csapdát, akkor úgyis az lesz, hogy... Baze, mi a pecsom van itt? Ja, mert ott olyan a talaj. Jó. Hát, meg vagyunk a... Nem vagyunk meg. Majdnem meg vagyunk. Ja, vannak ilyen zúgás effektek, kicsit para. Hál' Isten, most nem jön zombi. És igen, ha szerintem egy ilyen 2-3 hordát nem itt fogok tölteni, akkor úgy lesz, srácok, hogy ez a rész az építkezés, a következő rész az questelés, és akkor ugye föl tudjuk mindig a kajaszintünket, meg mindent, piánkat esetleg, lesz pénzünk lóvéra, tudunk abból esetleg venni dolgokat. Oké, gyerekek? Valami ilyesmiben gondolkodik a keeper. Na, megvan minden? Oké. Nem lesz ez olyan nagy, figyeld! Hogy lenne olyan nagy? Hát akkora, mint a félváros. Meg e köré még mindenképpen valami még védelmi berendezéseket akarok. Nem akarok ilyen trükkös bázist, amiről beszéltem, hanem figyeljetek! Nem buzizunk, izé lesz. Kemények leszünk, mint a Rambo 3. Abba nyomjuk.
Szerintem egy páran így néztek egyet, hogy mi van? Kipől? Eszed ment el? Nagyon hülye vagy? Sok a hajuk, sok lesz, meghalsz, vége, mert mindennek. Ilyet ezt fel kell lucolnom ráadásul. Abba bízok, hogy nem jön valami hülye zombi. Elvileg nem kezdik elütni a blokkokat, hogyha nem vagy a közelbe, szóval nem, a horda az nem fogja itt nekünk szétverni, hanem így átgyalogol rajt. Jó. Akkor, hát az egyik, a négy oldalán meg kellene kezdenünk megpróbálni, hogy az milyen lesz, hogyha így fölépítjük mi ezt az egészet. Viszont akkor kellene nekem basic block, basic blockból egy ilyen. Igazából tök mindegy, miből építik, ez a minden egyének ugyanannyi a durability-je. Viszont ez a Q-frame, ez... nem tudom ezt, hogy... Mert egyébként, hogy építesz egy ilyenből, akkor még át is látsz a blokkokon. Vágod, hogy mit mondok, és ugyanannyi a durability-je. Meg még elképzelhet, hogy még át is lőhetsz köztük. Jó, mindenképp ezt berakjuk izére. Ezt favoritáljuk. Meg majd meglátjuk, hogy hogy lesz ez. Várjál, akkor kell építenem ide egyet. Az a baj, várjál, szét kéne szednem, és akkor lenne különböző blokkjaim, nem? Nem lennének olyanok? Van itt 500, akkor várjál. Az egyiket megcsináljuk. A rampnak. Ne nézzük, milyen magas lesz. Úristen! Ezen fölmennek a zombik, gyerekek? Addig majd azért írjátok meg. Oké. Várja, nekem viszont kell valami, amire fölállok. Hát ez nem Minecraft, hogy itt röpkörök. Mennyi távolságot bír? Ugye kell oszlopokat elhelyeznem. Nem tudom tömörre csinálni, mert akkor meg nem tudom felupgrade-elni őket majd. Úgyhogy ez emiatt egy kicsit így problémás lesz. Bár azt meg tudnám csinálni, hogy ugye ide alá beforgatok még egy blokkot. Hogy lehet nagyobb forgatási szöget csinálni? Shift-tel? Egy kontrollal? Nem? Valamivel biztos alt-tal? Vagy ezt nem is tudom beforgatni annyira? Biztos valahogy be lehet. Na mindegy. Hűbazza, ez milyen magas lesz, hülye vagy keeper? Szerintem egyébként erre följönnek a zombik, meg egyébként az is... Ugye van egy olyan mechanika játékban, hogyha fölfele megy valaki, akkor sokkal lassabb, látod? És a zombi is ugye valószínűleg akkor lassabban fog följutni, nem? Én ebbe is gondolkodott a keeper, hogy esetleg ezzel is tudunk valamit kezdeni ezzel a mechanikai dologgal. Figyelj, mindjárt kiderül, hogy mennyi blokkot bír. Már lehet, hogy... Hú, ez nem tudom, hogy nem-e fog leszakadni. Az ugye meg izgi lesz, hogyha leszakadnám. Gyerekek, ez egy kicsit erős lesz ez a bázis. Ha lehet, hogy kisebbre kéne venni. Mit gondoltok? Mit gondoltok, vegyük kisebbre? Feladjuk a terveinket? Milyen gyerek baza? Csinálok egy bázist. Izékő hozzá bazzák, 1000 köbméter, fél erdőt ki kell vágni hozzá. Vagy lehet, hogy inkább az egészet, meg millió, mennyi kő kell hozzá majd gyerekek. Hú, hát ez kezdem azt hinni, hogy egy kicsit erős lesz. Nem tudom, hogy nem tudom hány ő... Bada, eltörte a lábamat. Jó van, oké, sikerült. Figyeljetek, most szándékosan... Szándékosan szedtem ki őket. Hát lehet, hogy egy kicsit nagy megrálás, a 8 percre eltört a lábam. Ú, gyerekek, ez... Van egy olyan érzésem, hogy egy kicsit erős. Erős az a bázis nekünk. Tényleg az, hogy... Ez túl sok, szerintem. Hú,
Azért mekkorára vegyük vissza akkor, gyerekek? Azért olyan túl kicsire se akarom. Nem kéne futni, mert akkor nem gyógyul a lábam. Olyan túl kicsire se akarnám, mekkora legyen? Mekkora legyen? Ugye soha hatványozottan kevesebb blokkál, hogyha valamennyivel kisebbre venném. Jó, hát próbálkozik a keeper, bocsánat érte. Ne! Nem szabad kivenni alól, mert akkor összetörik. Jó. Legyen így. Csak nem, hogy jobb gombot nyomja, aki tech kezdjem upgrade-elni. Mindjárt kitalálja a keeper, mennyi legyen az annyi. Hogy azért baráti értelmes legyen, meg amíg el is férek igazából. Várjál. Nézzük meg, hány blokk ez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 oldalanként. 15 oldalanként, tehát azzal együtt. 15 oldalanként lehet, hogy akkora-akkora lesz. Azért az sokkal, sokkal kevesebb alapanyag kell ám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És akkor ez ide bejt be. Ez eszméletlen sok anyag. Mert ugye egy objectnek, vagy pedig akár egy téglatesnek, vagy egy négyzetnek is a terület, vagy a területét csökkented, akkor a benne lévő anyag az sokkal kevesebb lesz. Hát egy akkora az már úgy barátom, nem? Meg abban is férek. Meg arra gondoltam, hogy elég lesz a srácok. Bocs, ezt érte egyébként, hogy itt tökörészűsi van, de keeper valami jó bázist akar, de azért az, olyat is akar, ami nem az lesz, hogy évekig csinálunk. Oké. Okay. Megint 15. Az már így élhető lesz, meg az már nem lesz olyan magas, nem? De azért az is egész jó lesz, de nem lesz olyan magas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És akkor ide mehet ez be. Basszus, fele annyi anyagból már készül. Franco. Így is, ugye, 15-15, 30, 31 blokk. 31-szere 31 blokk lesz. Ez se kevés. De ez így barátibb, nem? Így most már azért átlátható. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. És akkor mehet be. Ó, ja, túlzás volt, ez is még, ezt is megcsinálni nem lesz egyszerű. De mindenképp úgy is úgy akartam, hogy legyenek védművek körülötte. Tehát mit tudom én, csapdarendszer. Először ugye karócsapda, utána upgrade-elt karócsapda. Viszont írjátok meg, léci, hogy hogy legyen, hogy építkezés egy nap questelés, vagy pedig valahogy máshogy oldjuk meg ezt a dolgot. Éhesek vagyunk? Jó, van egy eszünk, akkor várjál. Nem inventory, bele vagyok keveredve. Annyira annyira el vagyok így. Ezeket megesszük, aztán akkor az inventoring be kevesebb cucc lesz. Okay. Na. Ja, így azért barátibb lesz szerintem. Ja. Jó lesz ez, srácok. Jó lesz ez, nem kell itt aggódni. Viszont végig kell megint raknom. Ez is még horribilisen nagy. Na, azon gondolkoztam egyébként, hogy ugye meg kéne próbálnom valami toronyszerűt építeni. Csak belegondoltam, ha építek én egy tornyot. Az ilyen, mint a szellemek beszélgetnének, olyan hangok vannak. Építek egy tornyot, akkor ugye befutnak instant alám, és akkor ott ütik. Meg nehéz őket lőni. Tehát egész végig nem tudod lőni őket, szinte csak addig, akkor, amikor ugye befutnak alád. Az meg így valahogy nem baráti nekem. Hát ez is elég magas lesz, ha. Azért nem futok, sprintelek, mert így gyógyul a törött lábam. Hát itt egy párszor el fogom törni a lábat, mi? Már szerintem előre rögtök ezen. Egyébként ne próbáljak meg éjszaka építkezni. Nem, nem, nem. Az a baj, mindig vissza kell menni oda. Minél hamarabb lenne egy olyan hely, ahol meg tudom védeni magam, azért, hogy ez jó lenne.
Csak az a gond, hogyha ide rám jönnek a zombi horda, akkor biztos baj van, tudod. Egyébként lesznek föld alatti üregek, ugye a piramisba fogunk élni, és alul lesz, lehet, hogy... Ó, bazzony, hülye óta. Azt hittem, hogy már kijel vagyunk. Piramis alatt is lehet, hogy lesz terem, hogyha szükségeltetik, bár nem, tényleg nem föld alatti bázisba gondolkozok, amint látjátok, sőt, epic építkezésébe. Hát ez is még horribilisebb nagy, bazza, én hülye, 50x50-es bázis. Ezt belegondoltak, hogy mennyi anyag kell még csak lealapozni is, hát 50x50 az... Mennyi? Az 2500? 2500 anyag? Azért az... Nem vagyok hülye, mi? Már csak az alapozása is mennyibe kerülne. Nem, hogy még fölépíted így. Meg ugye, hogy főleg, hogy több vastag falakból akarom csinálni, meg úgy akarom, természetesen. Ja, akkor hát ez meg még regalárásul kevésbé is fog összedőlni. Be kéne csinálni a belső struktúrát először. És akkor ugye az alapban meghatározza, hogy milyen falak lesznek. Úgyhogy lehet, hogy azt kéne csinálnom. Jó, jó ez. Jó ez, hogy így próbálkozik az ember. Tényleg nem néztem semmilyen videót. Úgy próbálom megcsinálni, hogy én így kitaláltam, hogy nekem az mi lenne jó. Ugye a falakkal körbevert bázissal az a nagy problémád, hogy mindig csak egy oldalra látsz ki rendesen. Úgy tudsz lőni, ugye? Mindig futkozni kell a falak között. De hogy egy ilyened van, és ott a tején vagy, akkor mindenfele kilátsz. És mindenfele tudsz lőni. Szerintem ez egy tök jó megoldás lesz. Jó, ezzel nem is foglalkozok a sarkokkal, hanem azzal foglalkozunk most, hogy akkor alakítsuk ki a belső struktúráját ennek az egész épületnek. Meghagyom a központi központot, hogy tudjam, hogy HB hol vagyunk. És akkor ugye legyen, mindenképp kell egy központi olyan rész, ahol föl tudunk menni ugye magasra. De viszont az le kell zárni, le kell szeparálni, mert különben az lesz a probléma vele, hogy igen, srácok, ha betörnek, vagy lejönnek, vagy bármi, akkor ugye egyből be tudnak áradni. Szóval ide kell csinálnunk egy olyan részt. Mindjárt meglátjátok, hogy miben gondolkozunk. Kell egy központi, egy ilyen rész, ahol majd, apa, ugrottunk egyet, az nem tett jót, ahol ugye lesz egy ajtó valamelyik irányba, mondjuk erre, vagy esetleg minden irányba is lehet ajtó, sőt, azt lehet, hogy az a legjobb, minden irányba lehet ajtó. És akkor itt be tudunk menni, itt tudunk majd fölvenni abba a felső helyiségbe. Úgyhogy ez már egy jó haladási útirány. És ugye középen lesz egy oszlop, amin ugye föl tudunk menni. Oké, srácok. Akkor ez lesz a közepe. Itt meg ugye ki tudok alakítani akármilyen termeket, viszont még nagyon nem, mivel ugye mivel dupla fal lesz minimum, meg itt alul amúgy is. Nagyon alacsony lenne a belmagasság. Úgyhogy itt. Lehet, hogy még tripla fal is lesz. Sőt, lehet, hogy tripla falba kéne gondolkodnunk. Figyeljetek, tudjuk azt csinálni, hogy megépíthetjük az egészet. Kompletre. Itt mi történt? Aha, itt vannak érdekes dolgok. Remélem, hogy összejön Frankon, ugye? Mondjátok, hogy összejön. Nem olyan rossz lesz a geometria, mert akkor nem jön ki a közepe. Ugye akkor nem egy csúcsba fog végződni. Jó, mert ehhez stamina nagyon nem kell. Jó, úgyhogy egy ilyen, szerintem egy ilyen három vastag lesz. De mindjárt meg fogjuk látni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó koncepció. Meg ugye kifele lehet esetleg árkot, karócsapda hegyeket, bármilyen, ugye később ilyen olyan csapdákat, amiket ugye lehet elektronikával
előállítani ilyen pörgőcsapdákat. Amíg eljutnak, addig ugye tizedelődnek, és a végén mindenre rálátok, látom, hogy éppen mi történik. Egy ilyen nagyon központos elrendezésű lesz az egész. Igen, tudom, hogy már a harmadik falat húzom, de kell is. Ugye ez 3-nak számít így. Igen, ezeket, amire fel-upgrade-elem cobblestone-nal, azért lesz jó, hogyha esetleg csinálunk alsó helyiséget, vagy pedig, mint bányát, kialakítunk egy olyan helyiséget alánk. Még ha nem is ott élünk, de legalább lesz egy bányánk, ahonnan ugye ki tudom termelni a különböző alapanyagokat. Kicsit ilyen Minecraftos jellegű. Na, innen már csak építkezni kell ezerre. Akkor majd írjátok meg, hogy a következő részben mit szeretnétek, hogy az legyen, hogy... Oké, még egy sort ide dobunk. És akkor ez konkrétan a harmadik sor már. Úgyhogy itt alul már 3 fal vastagság van. Ez nem jó. Ez izé horda. Ez ilyen random horda. Szétverjük őket, gyerekek, vagy mi legyen? Na, igen, föl tudnak menni akkor az ilyen blokkokon, úgy látom. Arról se vegye meg őket, hát ezeknek nem örülök. Ezek most rajtam vannak? Nézzük meg. Nem, nincsenek rajtam. Akkor elkerüljük őket, fölöslegesen nem csapkodom őket. Addig ideljünk. Jó, hogy nem kezdenek el blokkokat ütni. Ez hálás dolog. Na, egyébként így az alapot már meg is csináljuk. Jó magas lesz ám így is. Tök jó, belátom a területet. Meg itt szépen átmennek. Meg ugye, hogyha elvileg nem támadnak engem, akkor is ugye föl tudnak menni egész a tetejéig, meg le tudnak jönni majd. Szóval nem lesz vele gond, ezt megeszem. Emiatt, mivel így át tudnak rajt menni. Jöttem vissza, bocsánat. Elmentetek? Oké. Okay. Jó, elmentek, lol. Nem mondod vele, hogy készrevett. Ó, valaki beakadt ide, lol. Itt hagyták a nénit. De egyébként ez a weapon dolog, ahogy csináljuk, ez tök jó. Ezt jó kialakítottuk. Na. És akkor... Az a baj, hogy majd amikor upgrade-elek, akkor vissza kell szednem egy-egy sort. Hogyha valamelyikhez nem férek hozzá, vágod, mire gondolok. Ugye? Így is ordinári magas lesz. De azért itt sokkal barátibb, nem? Hát így azért átláthatóbb lesz. És egy ekkora bézen simán félek. Egyébként lehet, hogy az kéne, hogy néhányat kicserélek, hogy van-e olyan rács, amelyiken így kilátok. Aztán akkor nem kell mindig felmutkozni, hogy kilássak, érted? Hogy legyenek ablaknyílások néhány irányba. Ez így lehet, hogy tök jó lenne. Mit gondoltok egyébként erről a vázisról, hogy ez működhet? Természetesen mindig fejlesztve, mindig egyre durvább csapdákkal, meg mindenféle berendezéssel. Meg hát figyeljetek, hogyha ezt ilyen felupgrade-elem ilyen nyérre, legvégébb már mit tudom, acélra. Bazeg, valaki horog mögöttem. A kurva életbe de megettem. Így konkrétan már mindenkit egy hitelek ezzel, 6-osat meg kéne csinálni, mert ugye meg tudnánk. Holnap lehet, hogy elugrunk haza. Aztán akkor a 6-os üzét megcsinálnánk. 6-os ilyen bunkót. Megjön valaki öreg. Valamikor nem jön zombi egy csomó ideig, azt valamikor meg kurva sokszor jönnek. Oké. Okay. Ide még mindenképp egy sort kéne dobni. És ugye ki kell találni majd, hogy melyik sort nem tudom upgrade-elni, akkor ki kell szedni ahhoz egy sort. Itt csak azt a legalsót nem fogok tudni, tehát az alsó sort kell kiszednem. De itt már nem lesz semmiképpen olyan,
Ugye ez a belmagasság, ez már bőven elég. Egyébként lehet, hogy több emeletet is simán ki tudok alakítani egy ilyen piramisba. Ami megint egy tök jó, de viszont lehet azt is csinálni, hogy full védelemre rakjuk, tehát akkor tömör lesz az egész. Ó, hát ez egyébként kurva jól néz ki, gyerekek. Most nem az olyan, hogy én csinálom. Ja, meg hogy hol fogok ki meg bejárni? Ez föld alatti lesz. Azt gondolom majd felvetődött az a kérdés bennetek. Ezt föld alatt szeretnék. Csak egy baj van, hogy bepotyognak most a zombik, majd akkor lehet, hogy ki fognak ütni egy-két blokkot. De mondjuk ezekért a blokkokért még nem annyira kár. Ugye? Nem tudnak kimenni, úgyhogy lehet, hogy nyitok rajtuk ajtót. 17-22, hát szerintem egy 8 óráig minimum fogom csinálni. Ugye először mindig a frekventált helyen fogjuk felupgrade-elni, szóval nyilván így fog működni. Először ugye cobblestone-nal, mivel ugye ásni fogunk itt, ki fogom cserélni a talajt, emiatt is ugye rengeteg dörtöm lesz, vagy mi az clay-em. Nagyon nagyja, tetszik. Ja, valami ízé, valami csapdákat akarok, de valami olyat, hogy ne verjék szét. Lehet, hogy hasonló ilyen, ilyen jellegű árkot fogok lefelé majd kialakítani. És akkor ugye oda be tudnak gyalogolni, vagy bepotyognak. És utána meg ez a fal, ez a mereré, ez folytatódhat, csak ugye a föld alatt. Érted, hogy mire gondolok? Úgyhogy ilyenekben gondolkodik a Keeper ezerrel itt. Ja, valószínű meg kell nyitnom majd az oldalakat, ne felejtsük el megnyitni, mert jönnek a zombik, itten mászkálnak, ezt beleesnek, szét fogják verni, mert nem tud kivenni a hülyéje. Úgyhogy majd négy oldalára nyitunk valami ajtót. Na, ez eddig kajak, nem? Ez eddig így full tömör. Ja, egy olyan 20 óráig csinálom, jó? És akkor a következő rész az lehet, hogy akkor kalandozási lesz. Itt már, várjál, nyissunk is rajta ajtót, mert amúgy én sem tudok nagyon közlekedni így. Okay. És minden oldalra nyitok ajtót, akkor fölösleges is fölépítenem úgy. Zombik menjenek át rajta, érted? Addig, amíg nincs kész, addig nyugodtan közlekedjenek, ahogy akarnak. Mi az az építkezés? Nem tudja itt senki. Csak a keeper. Jaj, de jó, föl tudok itt menni rajta mindig. Kajak! Egyébként élem. Én nekem ezt érzem, hogy ez egy jó koncepció lesz. Érzem, hogy ez egy jó koncepció lesz, srácok. Jó, hát brutál védelmet ki kell alakítani, ez nem, ilyen, nem egy ilyen... Egyébként mindig följebb megyünk, azt vágjátok, annál kevesebb az alapanyag igény. Azért az is egy jó dolog ám. Látod? Már mi egyre jobban körbeérünk. Vagy egyre hamarabb, milyen hamar már végigérünk. Ugye? Jó, egy olyan árok kellene. És azt megrakni csapdával mindig a legjobbal. A legjobb minőségű csapdákkal, akár ugye később elektromossal, le lesz a karóval. Ezért ilyen NASCA piramis, vagy nem NASCA vonalak azok, hanem ilyen Maya piramist ide épít, keeper bazze. Ja, ez pont jó ez a méret. Ez jó. Ugye olyan túl kicsi se jó, mivel akkor meg túl hamar fölérnek az oldalád, kevés ideig tudod őket lőni, egy csomó minden probléma lehet, de viszont az, hogy a bárkolom magam körbe, akkor azt meg még kompenzálja a méretét, tehát akkor ugye még nagyobb lesz az a felület, amin a zombiknak kénytelenek majd fölmánszorogni. Úgyhogy igen, ha innen ezt kivesszük. Ja, hát kell hozzá alapanyag, de hát valamint valamiért. Ezt semmiből nem fogunk. Szarból nem lehet várat építeni. Remélem, hogy jól számoltam, és jó ki fog jönni a... Ejjjj! Az a baj, hogy ez még nekem szerintem alacsony. Úgyhogy lehet, hogy még fogunk. Sőt, azt tudod, mit fogok csinálni? Ide. Csinálhatnánk. Ilyet.
Jó, mert azon ott már férnek a zombik, szóval tudunk olyat csinálni, hogy itt már húzhatom körbe. Vágod. Csinálunk egy ilyet, erre építünk még egy sort. És valószínűleg oszlopokkal meg kell erősítenem, az vágom. Meg lehet, hogy lesznek helyiségek is, bár mondjuk egy központi tér lenne jó, nem? Nem olyan rosszul haladunk. Ahhoz képest, hogy vissza kellett bontani. Ja, hát farmolnom kell hozzá sokat. De ugye nem egyből kell az egészet felupgrade-elnem, hanem folyamatosan fogom csinálni. Mindig a frekventált helyeket, amik ugye jobban kellene, külső borítás, később ugye belül, most ezeket például nagyon nem kell az olyan dolgokat felupgrade-elnem, ami még nem annyira fontos. Ideiglenesen is alá kell támasztanom szerintem, utána ki tudom szedni, ha úgy van. Ugye a másfajta blokkoknak más a tervírása. Na jó, még egy sort fölcsapok rá a gyerekek. Szerintem majd összeborul az egész, mi azt azor lesz röhögés. Hát figyeljetek, ez egyébként ilyen epic vastag ám. Ezt tudjátok hány vastag? 1, 2, 3, 1, 2, 3 vastag. Az alapnál is ez a dolog. Úgyhogy ez nem rossz. Közben kicsit éhesek vagyunk. Ezt még körbehúzom, aztán akkor fasza lesz. Jú, gyerekek, hát nagyobb piramis. Az a piramis megoldás szerintem jó lesz. Most képzeld, a fölmagy a tetején mindenfele ellátsz, és ráadásul amikor futnak fel a zombik hozzád, tehát te benn vagy egy ilyen epic védett ketrecbe, szóval egy ilyen mint egy ilyen pánik szobába, csak éppen az a lényeg, hogy olyan pánik szoba, hogy eléred a zombikat belőle. Tudsz bemozogni, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 4x4-esre gondoltam, vagy nem, 2x2-esre, hogy tudjak benne azért mozogni. Tudok kiütni is esetleg, nem tudom, hogy ki tudok-e ütni blokkokon keresztül, valamilyen, nem tudom, valamilyen rácson keresztül lehet, hogy nem tudok kiütni, de azt majd megbeszéljük úgyis, de kilőni mindenképpen ki tudok. Nagyon befügtem ezt most megint ezt a játékot. Tök jó, hogy van cél. Még ha egy kicsit elvetemülten nagy is a cél, de nagyon bírom. Fú, gyerekek, ez nagyon komoly lesz. Nagyon komoly lesz. És jó, a föld alatti bejáratot gondolkoztam, valahol távolabb tudod leásni, bejönni. Egyelőre még nem, egyelőre még lehet ajtózni, meg bármit csinálni, vagy blokkot rakni. De majd később úgy lesz. Gyerekek, a piramis. Na, akkor, ez itt túl nagy távolság, tehát ez biztos, hogy nem fogjuk tudni áthidalni. Úgyhogy lehet, hogy valahogy meg fogom oldani, hogy ezt nem tudom, négy részre osztjuk. Amúgy lehetne egy olyan, hogy négy részre van szeparálva. Mert akkor ugye lehet, hogy ha az egyik elesik, egyik része elesik, akkor a többi meg el tudsz véderezni. Tehát így le lehet így választani őket. Vagy pedig oszlopokat fogok használni. Lehet, hogy az lesz, hogy oszlopokat használok, hogy mit tudom én, mondjuk valahol ide mondjuk oszlop. Meg ugye minden elosztva. Mondjuk akkor már használsz kör alakú oszlopokat is, és ez tök jól néz ki. Jó, gyerekek, viszont visszamegyünk. Írjatok, jó? Most egy kicsit kihagyok akkor addig, amíg tudtok rendesen írni, hogy például milyen sűrűn rakjak oszlopokat, hogy legyenek esetleg falak. Ilyeneket nyugodtan jöhetnek a tippek. Hát ez rohadt magas lesz, figyeld, ezt a vonalat követed. Ez így fölmegy ilyen, nem tudom, a fáknak a vonaláig simán, tehát így tök jó, belátsz majd mindent. Úgyhogy ez egy jó, szerintem ez egy jó koncepció, majd írjátok meg, szerintetek is jó-e? Én szerintem ez jó, de hol a biciklém egyébként? Aztán mondjátok, hogy elveszett a biciklivel. Hol a biciklim, bazza? Hova francba tűnt a biciklim? Hé! Hey. Hol a biciklim? Nincs a moton? Ja, hova tűnt a biciklim? Akkor futás lesz, bazza. És ezt tényleg nem látom sehol. Hé! Hey! Hol a biciklim? Nincs meg a biciklim, bazza. Na jó, van, futi van akkor, gyerekek. Most nem tudom, hol a bicikli. Most én elhagytam valahol a biciklivet?
Hogy mit, szétverték a zombik, vagy mi? Vagy pedig, ha távol vagyok tőle, nem látom, az nem az? Ott van bazzer. Jó, hogyha nagyon eltávolodsz, akkor nem látod. Jó, nem tudtam, nem tudtam. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk. Semmi gond, túléljük. Akkor mit mondhatok? Majd írjátok meg, Léci, hogy ilyenkor mi legyen. Hú, az a nagy hegy, az is jó. Jó helyre ilyen jó kis bázisokat lehet kialakítani. Ja, arra vagyok kíváncsi, hogy mit szeretnétek, hogy bázisépítés mehet-e? Én egyébként nagyon szeretném csinálni a bázist, vagy pedig az legyen, hogy inkább madárra meg itten támadásba rendült szerintem. Mi a fasz? Ez amikor csúszik ez a hülye bicikli, ez csúszik, pörög a kereke, nagyon hülye hangot ad. Jó lenne, az a madár megtámadna. Rüjellem, hogy nem támad meg. Mondjuk ezt talál el ezzel. Nem mondod? Na végre. Lol. Ez itt körözött már egy nap, ja, úgyhogy ez idegesítő volt. Jaj, ne. Ezzel nem szeretek lőni egyébként. Jó, van, talán följön. Följön az jó, mert akkor fejbe tudom bejárni, tudod. Gyere, barátom. Kukucs. Legjobb dolog. Na, elbúcsúzom, szerintem 21 óra valamennyi van. Sajnos XP-t szerintem nem szereztünk annyit, hogy érdemben tudjunk foglalkozni. A skilljeinkkel nem, 2 darab skillpont már van, akkor lehet, hogy akkor még mindig rá fogom pakolni, hogy ezt így a strong az menjen. Ja. Ezt mindenképpen, ezt érdemes ezt rakni rá. Meg ugye, hogyha még egyet állokolok, akkor elvileg erre tudom rakni a következő pontot. Ez nekem tetszik, hogy ilyen extra én vagyok. Egy ilyen szar kőkalapát sem olyan tütök, hogy így egy hitelem itt a kiégett földön is a enemiket, szóval tök jó. Na, nem sokára épp ott lesz egy hatalmas piramis, figyeljetek gyerekek, oda nézzél. A piramid, ugye? Bális közepe, nem is olyan nagy. Először ilyen rohadt nagyot csináltam. Jó lesz a srácok, azt kell csinálni, hogy annyi, hogy nem tudom, hogy hány blokkot bír, mármint milyen izét tudok csinálni. Alá lesz mindenképpen egy bánya, ahol ki fogom bányászni ugye a követ hozzá, hogy gabblestone-om legyen. Figyeljetek, föld kell meg izé kő, úgyhogy nem egy olyan nagy vasszis az se. Milyen ásót tudok csinálni, mert azt is majd kellene. Jó, majd átnézzük, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, csácsó, mit csőtésztek.